pissoir failli. Mi van, kutya? Kamerát ne kérdezzétek amúgy, most mi van amúgy, jó? Nem szabad ilyet kérdezni. Volt a gyereknek! What? Please, Poppy, le fogsz tanulni, hep. Jó, hát annyira rend nincs az asztalon, megmondom nektek őszintén, de megmutatom nektek a setupot, jó? Azoknak, akik még nem látták. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, kedves emberek! Most lesz itt egy IRL bemutató stream, készen álltok? Megvan mindenkinek? Látszik? Jó a kamera? Mik ezek a fények amúgy a kamerámon? Hát most nézem, hogy négy van belőlem. Ez mi? Szóval egy Asus monitort hoztam kicset, ezt alapvetően használom, szigis, közi szépen közben. Ezt az Asus monitort hoztam ki, ez egy 240Hz-es monitorom, de igazából HDMI kábel van hozzá, csak mivel a laptopon HDMI kábel van, így azzal van összekötve. Keyboardomat hoztam el, ez egy SteelSeries keyboard, ami már eléggé csúnyán tönkrement, mondhatjuk, mert valaki ráöntött egy liter kólát, de amúgy még funkcionál, annyi, hogy a backspace nem megy. Mint láthatjátok, nem villog a backspace-re. Egerem az tipikus egér, az lehetséges, hogy nem SteelSeries, de már majdnem SteelSeries. Azt nem cseréltem le, hogy már nem akartam korra előtt egy új egeret, egy SteelSeries-es egeret. Az egerpad az egy SteelSeries-es egerpad, a mikrofon az egy szokásos mikrofon, Trust valami, nem tudom a nevét. A kameránk meg van oldva amúgy, kihoztuk a kamerát, egy Sony A 6000 valamennyi. Na de nem is mindez a lényeg, a lényeg az itt van amúgy a sarokba. Kábelmenedzsmenttel, mint láthatjátok, ez a Legion Slim 7 laptop, ami igazából egy nagyon-nagyon szexi laptop és kurva erős laptop, nem annyira forró most amúgy, mert nem streamelünk olyan régóta a mai nap, de amúgy eléggé felszokott forrósodni, viszont egyáltalán nem lassul le ettől függetlenül a gép. A lényeg az, hogy ahogy megoldottuk ezt az egészet, mert ezt nem mutattam meg nektek múltkor, USB-C-s egy ilyen konverter cuccal oldottuk meg amúgy, amit bedugunk igazából USB-C-n keresztül, hub, USB hub elosztó, azaz. De lényeg az amúgy, ami a legfontosabb, hogy a laptopom amúgy nagyon stabil, nagyon-nagyon jó, ahhoz képest nem is nagy amúgy, hoztam alá egy, megmutatom amúgy alattam ilyen hűtő van, ezt a hűtőt vettem, nem tudom hány fokot vesz le, de sokat számít amúgy, hogyha sokáig streamelek. 3080 Ti van benne amúgy,
videókártyának, egy laptopba, 32 GB RAM, processzornak pedig egy i9 12900HX processzor van benne, ezen kívül van benne egy 1 TB SSD, amit ugye használok, meg igazából mindenféle ilyen fölboostolt dolog amúgy, ami hát egy atomerőmű egy laptophoz képest. Ja, ennyi amúgy a setup, így jöttünk ki. Ja, és a legjobb az egészben amúgy csak, hogy ezt az akkontot úgy voltam vele, hogy nem baj, ez az akkont most egy kicsit dumb lett, semmi gond, van egy B-tervünk, a másik akkontunk. Történt egy kis probléma amúgy csak. Félreértés. Egy félreértés történt, egy B-terv, hogy amikor idejöttem, Szabi kérdeztem úgy, ha már van gépe, tudok-e akkot adni? Én meg mondtam neki, hogy jó van, hát itt a Black Izzy akkontom, játsszál rajta kis barátom amúgy, játsszál nyugodtan, mondja Szabi, amúgy nem szeretnék ronkedezni, nem szeretnék ronkedezni amúgy, csak TFT-zni fogok, meg ilyenek. Hát itt, és akkor én mondtam neki, hogy játsszál nyugodtan rajta bármit. De csak azért van keresztül, mert nem tudtam választani a kurva lények között. Állandóan mentem valami random szarra valahol. Hát a B-tervünk elúszott chat, szóval kell keresünk egy C-tervet. Jól nézzük sakkot, abban jó vagyok. Uh-huh, ez a pogány induló. Aha. Ott misszelt egy lépést. Igen. Nagyon jó. Aha. Hát ez borzasztó. Hogy haltam meg?
Amúgy nem tudtam, amúgy a végén, a game végén, amikor ott voltam fönn toppon, már ilyen midgame-be jöttem rá, egyszer, hogy ulti közben tudok ütni, chat. De hát ez mi broken, bazd meg? Hát az valami eszmetlen broken. Nah guys, we can't lose actually. Nem tudunk lose-olni. Like a machine. If you know what I mean, yeah, let's go. Like a machine.